Megérkezett hétfőn a büntető feljelentés a Bács-Siskú megyei rendőrfőkapitányságra. A híresvény.hu azt írja, a feljelentő János István, aki annak ellenére meggyőző fölénnyel nyerte meg az időközi választást vasárnap, hogy bűncselekmény sorozat történhetett. A feljelentés szerint ugyanis a szavazatok megvásárlása, a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény. Mindez kifogás formájában a helyi választási bizottsághoz is megérkezett már, miszerint a pénzzel történő szavazatvásárlás súlyosan sérti a választási eljárásról szóló törvényt. Kérik a választási bizottságot, hogy mondja ki a jogsértés tényét és szabjon ki bírságot a Szövetség a Híres Városért Egyesületre. A feljelentéshez videófelvételeket csatoltak, amelyeken a szereplők jól beazonosíthatóak, emellett tanúk is igazolnak egy sor eseményt a választási csalással kapcsolatban. Ezekben egyértelműen elhangzik, hogy arra fizetnek, ha a hölgyre szavaznak. Az pedig csak egy jelölt volt, Kaló Julianna, az MSZP delegátja, a Szövetség a Híres Városért Egyesület színeiben. Mindemellett a feljelentés szerint tanúk sora igazolja, hogy anyagi ellentételezést ajánlottak az MSZP-től azoknak, akik a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltjére, Kaló Juliannára teszik le a voksukat. Nem ez az első, hogy választási csalás gyanúja merült fel a baloldal körül. Bodrozsán Alexandra például több országos médiacsatornán keresztül azt állította, hogy Kecskeméten tömegével buszoztatták az embereket az előválasztási szavazósátrakhoz, és 2-4 ezer forint közötti összeget kínáltak nekik azért, ha a Király Józsefet jelölik az országgyűlési választások jelöltjének, Karácsonygergeit pedig miniszterelnöknek. Azt állította, hogy mindezeket a saját fülével hallotta, valamint mindezekről hangfelvételt is készített. Az MSZP alaptalannak nevezte közleményében Bodrozsán állításait, Király végül elveszítette az előválasztást.